Jó estét kívánok, kedves nézők! Ha valaki ránéz most a kosárlabda bajnokság tabellájára, van olyan része, ami nem nagyon csodálkozhat, hiszen a Szolnok vezet, mögötte ott a Körmend, a Falkó, azok a csapatok, amelyeket előzetesen is úgy gondoltunk, hogy majd nagy versenyben lesznek az alapszakasz, középszakasz elsőségért, a négy közé jutásért. Ami meglepetés ugye jelen pillanatban, hogy az Albafehérvár egy kicsi leszakadt ezektől a csapatoktól, de akik figyelték az elmúlt hetek történéseit, különösen novemberben tudják, hogy fölfelé jön a fehérvári kosárcsapat, hiszen tényleg rossz szezon kezdés után gyakorlatilag zsinórban nyerte a meccseket, és most már, hogyha a pontszámot nem is, de a tabellán elfoglalt helyet tekintve azért nincs messze attól az élmezőnytől, ahova biztos, hogy való. A kérdés, hogy ez a bajnoki szünet, amely most 3 hétre leállította a küzdelmeket, hogy mit tesz majd a csapattal, hiszen ilyenkor lehet jó és lehet rossz is az, hogy megtörik a lendület. Arra minden esetre jó ez az időszak, hogy egy kicsit összegezzünk, előre tekintsünk, és a gárda aktuális kérdéseiről beszélgessünk Simon Balázs ügyvezetővel, akit köszöntök a stúdióban. Köszöntelek, hát biztos vagyok benne, hogy számotokra munkával telik ez az úgynevezett szünet. Ugye a szurkolók nyilván hiányolják a mérkőzéseket, de hát a klub körül, illetve magán a csapatnál javában zajlik a munka. Így van, hát nem állt meg az élet, bár ugye, ahogy mondtad is, van a válogatott, és ugye most hétvégén All-Star gála is lesz, ezért 3 hét szünet van a csapatnak, nemzetközi mérkőzés sincsen, de a fiúk edzenek, mi pedig az irodába és a csapat körül tesszük a dolgokat, hiszen azért van munka bőven, és ahogy mondtad, szépen kezdünk most már egyenesbe jönni, de azért még nem az igaz, és szeretnénk ezt a hullámot meglovagolni teljes mértékben, hogy itt is maradjunk, és tényleg nyerjük továbbra is zsinórban a meccseket. Hogy látod most kívülről, vagy ha úgy tetszik, az irodából más a megítélése egy ilyen bajnoki szünetnek, amikor majd beszélünk róla, hogy konkrétok történtek, azért lehet ugye a kereten változtatni, tehát vezetőként nyilván máshogy tekintesz rá, mint annak idején játékosként. Nem tudom, hogy játékosként híve voltál-e annak, hogyha jött egy ilyen nagy szünet a bajnokságban, és lehetett esetleg kicsit lazítani a gyeplőn, vagy dolgozgatni a hiányosságokon, meg pihenni, vagy pedig jobb volt az, amikor ment minden a maga lendületével. Amíg játszottam, ilyen probléma nem volt, hiszen most vezették be ezt a, mint a fociba, ugye ezt az őszi-tavaszi válogatott selejtezőt, amikor ugye az én pályafutásomat végig ugye nyáron volt a válogatott selejtező, tehát a szezon ilyen szempontból ugye csak karácsonykor állt meg egy picit, a két ünnep között vagy a karácsony előtt. De én azt gondolom, hogy van előnye és hátránya is, ugye tényleg egy nagyon jó ritmusban van most a csapat, és nyeri folyamatosan a mérkőzéseket, de a másik oldalon azért jó is jön ez a szünet, hiszen augusztus vége, szeptember óta, ugye amióta nemzetközi kupát is elkezdtük, folyamatosan szerda-szombat mérkőzéseket játszunk, rengeteg az utazás, ugye rengeteg sérültünk is volt, ami a többieknek, akik játszottak, még nagyobb terhet rót rájött, és még jobban elfáradtak, tehát ilyen szempontból azért jól jött egy kis szünet a fiúknak, hiszen kaptak pár nap szünetet, kicsit kizökkentek ebből a kosárlabdából, és van ugye majdnem 2,5 hét, amikor újra vissza lehet rázódni, át lehet venni azokat a dolgokat, amire nem volt mondjuk idő ugye a szezon előtt, amik kialakult a csapat, vagy ugye a mérkőzések miatt és a sok utazás miatt nincs idő annyit gyakorolni egyes elemeket, mint védekezésben, mint támadásba. Úgyhogy én azt gondolom, hogy igazából jó volt ez a szünet, de már várjuk, hogy folytatódjon. Ugye jövő szerdán már jön az utolsó csoportmérkőzés a nemzetközi kupában. Nagyon várjuk, hiszen a győzelem esetén biztos, hogy tovább jutunk, és utána pedig sorozatban hazai bajnoki mérkőzések, amit ha meg tudunk nyerni, és papírforma alapján, és a jelen formánk alapján meg tudunk nyerni, akkor ott lehetünk, ahogy említetted, az első kettő, első háromba. Volt-e esetleg itt a szünet kezdetén valamiféle megbeszélés, tábértekezlet, vagy vezetői meeting? Áttekintettétek-e, hogy mi az, amin kell változtatni, ami most lehet így kihasználva, hogy nincs ez a nagy pörgés? Magyarán igényelte valamiféle menedzselést a csapat, mert nyilván szezon elején azért voltak zökkenők, most nem tudom, hogy mennyire kellett ehhez hozzányúlni. Én azt gondolom, amikor volt ugye ez a több vereség zsinórban, akkor nyugodtan átbeszéltük azokat a dolgokat, ami szükséges volt, mint a vezetőedzővel, mint az elnök úrral, és tényleg az volt a koncepció, hogy maradjunk nyugodtak, hiszen ilyen dolgok történnek, tehát sérülés, egy kicsit rosszabb forma, ez benne van a sportban.
bár volt azért olyan vereség, gondolok itt a pécsi mérkőzésre, hogy az első fél idő, ami nagyon rosszul mutatott, és amellett nehéz volt szó nélkül elmenni, és nem is mentünk emellett szó nélkül el, de szerencsére a fiúk is átérezték, hogy ez így nem mehet tovább, és tényleg meglepő módon nagyon gyorsan átestünk a másik oldalra, hiszen a nem is tudom melyik meccs volt, talán a Belgium, nem a Minszkáni hazai mérkőzés második fél idővel, mint hogyha egy másik csapat jött volna ki a pályára, és azóta tart ez a lendület. Úgyhogy ennek nagyon örülünk. Igazából tényleg pár dolog volt, ugye visszaérkezett és visszaigazoltuk Al-Hajji Mohamedet, neki a papírjai, a dolgait kellett intézni, és ugye olvashatták a szurkolók is, meg a kedves nézők a hírekben, ugye Tóth Péter kérte, hogy bontsuk fel a szerződését, hiszen ő szeretne több játék lehetőséget kapni és többet játszani. Mi ennek nem gördítettünk akadályt, mi tényleg mellett álltunk végig ugye a felépülése alatt is és a sérülése idején is, de be kellett látnunk nekünk is és neki is, hogy ilyen pillanatban ebben a csapatban tényleg pár percet vagy momentumai lehetnek, és így elengedtük, tehát ilyen dolgok voltak, igazából más dolog nem volt, nincsen a csapat körül jelen pillanatban. Nyilván mind a két játékos külön történet is hát foglalkoztatja is a szurkolókat, főleg, hogy másról most nem nagyon lehet beszélni, hiszen meccsek nincsenek. Tóth Péternél maradva, ugye ő meglehetősen sajátos karrier az övé, gyakorlatilag lehet mondani, hogy újra fölépítette magát itt Fehérváron, hiszen már a semmiből hoztuk vissza még egy jó 4 évvel ezelőtt. Mennyire látod te azt reálisnak, hogy neki valóban nem lett volna itt esélye? Ugye egy dolog, hogy mennyit lép pályára valaki, másik, hogy az edzéseken mennyit tud segíteni, hiszen mindig elhangzik, hogy ez nagyon fontos, hogy legyen hogy olyan 10-12 emberes állomány, aki edzésen is magas szintű munkát tesz lehetővé. Jelen pillanatban, tehát az edzésen meg vagyunk 10-12 ember, kiegészülve egy pár fiatallal, tehát ilyen szempontból ez nem probléma. Beszéltünk, vagy ugye ez minden féleképpen, vagy az elsődlegesen a vezetőedzőnek a döntése, hogy ki jön, ki megy. Ez ugyanígy volt ugye a légiósoknál is, ugyanígy van a magyaroknál is, és a Bánéval leültünk, amikor ez szóba került, hiszen nem mi kértük, hanem a játékos és az ügynöke. Én jeleztem ezt a vezetőedzőnek, ő tudott róla, megbeszéltük, hogy igazából neki is jobb, ő annyira jelen pillanatban nem számít rá, innentől kezdve pedig nem gördítettünk ennek akadályt, neki meg volt, hogy hova tud menni, míg az elválás is, vagy a szerződés felbontás is zöggenőmentesen ment, és tényleg a Péternek nagyon-nagyon sok sikert kívánunk, és egészséget elsősorban, hiszen az elmúlt másfél-két évben rengeteg sérülés, súlyos sérülés hátráltatta, úgyhogy én bízom bennem, hiszen azért jobban vagyunk, és egy sok meccset játszottunk együtt, hogy most már ez elkerül, és tényleg tud azon a szinten játszani, amin ő szeretne. Hát reméljük, hogy tényleg így lesz, meg azt is, hogy ellenünk azért majd nem nyernek, mert ugye egyik első meccse gyakorlatilag az első fordulóval elhasztott találkozója lesz Fehérváron. Viszont hát van ugye érkezőnk is, akit szintén nem kell bemutatni, mert Al-Hajji Mohamed személyében gyakorlatilag a bajnok csapat egyik tagja tér vissza. Most hogy látod, milyen állapotban van jelenleg? Nyilván várják már a szurkolók, hogy ő bemutatkozzon, vagy lássák újra a pályán. Én gondolom, hogy egy hosszú nyári szünet után, ahol azért nem csapattal edzett, volt neki mit bepótolnia, említetted, hogy papírmunkát is végeznie kellett, most jelenleg 100%-osan bevethető-e már? Én azt gondolom, hogy igen, tehát igazából azért nem, tehát a papírmunka ez nagyon gyorsan megvolt, hiszen tavaly itt játszott, a közben nem ment el másik csapathoz, tehát a papírja igazából nálunk voltak, minden adott volt ahhoz, hogy ezt 2-3 nap alatt elrendezzük. Igazából ezért is nem lépett pályára az elmúlt hazai bajnoki mérkőzésen, hiszen előtte már ugye itt volt 2 hetet, de ugye folyamatosan úton voltunk. Játszottunk ugye Belgiumban, és játszottunk előtte Izraelben, ugye 3 napos túrák. Nem igazán volt idő arra, neki sem, hogy ugye a csapattal edzen, tehát 2-3 edzés volt benne. Plusz, ahogy említetted, ugye végig a nyár folyamán is edzett, és várta, hogy jöjjön a lehetősége, de igazán tehát csapattal nem edzett. Erre például tökéletes időzítés volt a szünet, hiszen most van 3 hét, vagy 2,5 hét, amikor tényleg
újra vissza tud zökkenni a vérkeringésbe, azért is ismeri már a várost, ismeri a környezetet, ismeri a csapatot, tudta, hogy mire számíthat, úgyhogy ilyen szempontból a beilleszkedéssel sincsen problémája, úgyhogy én azt gondolom, hogy jövő héten szombaton, ugye, mert a nemzetközi kupában ő nem tud játszani, oda nincsen, nem kértük már ki a papírját, hogyha tovább jutunk, akkor viszont ugye teljes mértékben ugyanúgy játszani fog, tehát jövő szombaton ő biztos, hogy már 100%-os állapotban pályára fog tudni lépni. Ugye az ő leigazolásának azért van egy érdekes vetülete, mert tényleg kár lenne tagadni, hogy akkor hoztátok vissza, amikor még ez a kisebb krízis helyzet azért fönnállt, nem jöttek úgy az eredmények, nyilván látni kellett, hogy kell valamiféle impulzust adni a csapatnak, és most, hogy már itt van, még nélküle ugyan, de szépen elindult a szekér. Jelenleg légiós többlet van, ugye majd ilyenkor mindig dönteni kell, hogy ki játszik, ki nem. Gyakorlatilag ez hogy fog kinézni? Tehát én azt gondolom, hogy Zunis Branislav vezetőedző nyilván nem lesz presszionálva, hogy neki kell játszatni a bármelyik légióst is. Ezzel együtt hát most egy olyan szituáció van, amikor jött valaki, de a csapat közben elkezdett nyerni. Ahogy mondtad, tehát presszió nincsen. Tavaly is ezt a rendszert alkalmaztuk, tehát ugye a vezetőedzőnek a felelőssége és neki a döntése, hogy kilép pályára. Mi ebben nem szeretnénk abszolút beleszólni, ami az ő kérése vagy a kívánsága, azt pedig próbáljuk maximálisan megoldani. Ahogy mondtad is, ugye itt a szezon elején volt egy kisebb hullámvölgy, vagy a rendszer nem úgy indult el, ahogy mondjuk a tavalyi szezonban, hiszen akkor nem volt ilyen problémánk, de hogyha visszagondolunk, ugye tavaly januárban is azt a döntést hoztuk, hogy legyen egy hatodik légiósunk, bármennyivel is sokkal többe kerül, vagy plusz költségeket jelent, de ugye a célunk az volt, hogy megnyerjük a bajnokságot, a kupát, és azért ez egy hosszú szezon, rengeteg mérkőzése, tehát szükség van játékosra is, ha netán jön valami sérülés. Ugye így az El Hadji Mohamed tavaly januárban vagy februárban, most nem tudom pontosan mikor, de ugye így került a csapathoz. Most ugyanez a helyzet, ugye hatan vannak, ez a vezetőedző fogja eldönteni, hogy éppen vagy a taktika, vagy tehát sérülés, vagy forma, tehát hogy ki fog játszani. Ezt tavaly is megoldotta, és azt gondolom, hogy a fiúk ezt teljes mértékben elfogadták, és ahogy nézem, és látom most a mentalitását ennek a jelenlegi öt légiósnak, és mellé mondjuk Mohamed, ezzel sem lesz idén se probléma. Akkor ez azt jelenti, hogy nem is gondolkoztok jelenleg a légiós fronton további változtatásban? Egyelőre nem. Ami ugye azt is jelenti, hogy ez a csapat, amelyik tényleg nagyon jó lendületbe jött, ez most megpróbálja venni a következő akadályokat. Említetted, hogy ugye majd Minskben játszik december 6-án az együttes. Most ez a nemzetközi kupa, ez mennyire élvez prioritást, vagy hogy érzed ennek a jelentőségét? Nyilván az első 2-3 meccs után esetleg más mondtunk volna, hiszen azért gyakorlatilag ezt a továbbjutást már eltemették a legtöbben. Most viszont úgy tűnik, hogy hasonlóan az előző szezonhoz a második csoportkörben is érintett lehet még az Alba. Ha nyer Minskben, akkor mindenképpen. Prioritás az a magyar a bajnokság, tehát mindenképpen az élvez prioritás, de én azt gondolom, hogy a nemzetközi kupa, ahogy tavaly is, egy nagyon jó edzés idézőjelbet, hiszen azért tétmérkőzésekre beszélünk, és szeretnénk nyerni, de ez felkészülés mondjuk egy rájátszásra, vagy a fontosabb mérkőzésekre, hiszen azért edzésen nem tudsz annyit gyakorolni, mint egy olyan mérkőzésen, ahol ugyan van tét, de nem fogjuk a fejüket venni a játékosoknak, ha mondjuk nem jutunk a legjobb 8 közé, vagy a 4 közé. Ilyen szempontból. Tehát ahogy mondtad is, ugye az elején úgy voltunk bele mi is, ugye a két hazai vereség után, hogy innentől ez elúszott, tehát ez lejátszuk a 6 mérkőzést, és utána tényleg csak a bajnokságra koncentrálunk. Viszont a fiúk ugye bizonyították, hogy van bennük tartás, és erő, és minőség, és érték. És ugye a két idegenbeli mérkőzést simán megnyertük, plusz ugye a hazai Minsk ellenit is, úgyhogy megvan a lehetőség, de abszolút nem 100%, hiszen azért kétszer hazai pályán vesztettünk, tehát szükséges az, hogy ha mi kezünkben legyen a sorsunk, hogy nyerjünk ugye Minskben, ami azért nem lesz egyszerű, hiszen a Minsk az egy nagyon jó csapat. Mindent meg fognak tenni a fiúk, én biztos vagyok benne, hogy az elmúlt mérkőzéseken is. Úgyhogy meglátjuk, hogy mit hoz az eredményt. Ha tovább jutunk, az is jó, hiszen az egy nagy dolog, hogy innen 0-2-ről sikerül úgy felállnunk, hogy Zsinórban nyerünk 4 mérkőzést, 3-at idegenben, és úgy tovább jutunk. Ha netán nem jön össze, akkor pedig
tényleg nem marad más, mint a magyar bajnokság és a magyar kupa. Ugye ezt tegyük hozzá, hogy adott esetben, ha kikap a csapat Minskben, még tovább juthat, ez egy másik azért mondtam a saját kezünkbe. Persze, másik a függvénye. Nem tudom, hogy nem fordult meg a fejedben, vagy fejetekben az azért elnézve ennek a mostani európai kupának a színvonalát, amely azért egyel talán gyengébb az előző szezonnál. Itt ugye csapatok vannak, akik kimaradtak, nem mindenki gondolta ezt annyira fontosnak, hogy azért itt akár még lehetne is valamit most a csoportból való továbbjutáson túl is keresni, mert mondjuk a legjobb magyar csapatok, a Szolnok, az Alba is körben egyáltalán nem tűnnek gyengébbeknek, mint a nemzetközi riválisok. Tehát ebben a kupában akár még valami komoly sikerélmény is összejöhet. Legyen így, tehát abszolút, tehát ott van az esélyünk tényleg. Ahogy ugye kezdtük, úgy azt gondoltuk, hogy nem, de ha így alakul, akkor alakuljon így, tehát maximálisan örülünk annak, és ez óriási dolog lenne tényleg, hogyha mondjuk tovább tudnánk jutni, és előrébb jutnánk, mint tavaly ugye a második csoportkörből. Ahogy mondtad, én is azt gondolom, hogy azért ez tavaly erősebb volt a Európa Kupa, hiszen azért ez a francia csapatok, azok sokkal nagyobb játékerőt képviseltek, mint mondjuk itt pár csapat. Most meglátjuk, tehát ha úgy alakul, akkor tényleg nagyon-nagyon örülni fogunk, és nagyon boldogok leszünk, hogy messzire jutottunk, és lehet, hogy tényleg még messzebb jutunk, mint tavaly, de hát ez még ugye a jövő zenéje, de most egy mérkőzés van ugye a Minszki, ha ott győzelemmel tudunk hazajönni, akkor meg lesz az esélye ugye annak, hogy tovább jussunk, ha nem, akkor meglátjuk, hogy alakul. És akkor nézzük a magyar bajnokságot, amelyben valóban szépen jött fel a csapat, volt ugye egészen rosszul sikerült mérkőzés, és utána több jó. Egy kicsit nem lehet párhuzamot állítani különböző sportágok között, a fehérvári, úgymond még a fehérvári csapat sportokat nézve, ugye a hokisok is egy rossz sorozat után építettek egy jót, aztán most megint rosszat. Te hogy érzed, hogy valójában ennek az Albának azért a reális ereje az, amit az utolsó meccseken láttunk, tehát ugye a magyar bajnokságban is, a nemzetközi kupában, hogy azért nekünk jó eséllyel nyerni kell a legtöbb ellenfél ellen, vagy pedig hát van egy ilyen hullámzás, és most megint ki tudja, mi következik, mennyire mehet biztosra ez a csapat jelenleg a hazai mezőnyben. Én azt gondolom, hogy ez az arca, az igazi arc ennek a csapatnak, amit most mutat, és mindenki ellen föl tudja venni a harcot, sőt. Tehát én az, amit láttam, amikor sok volt a sérültés, és csak visszagondolunk ugye a BL selejtezőre a török csapat ellen, amelyik most a BL-ben ugye 5-1-jel áll talán, és biztos, hogy tovább fog jutni. Ott is érződött a csapatban, hogy vannak hiányzók, de van ennek a csapatnak tartása, és van benne elég minőség. Utána tényleg itt a bajnokságban jött... Főleg tényleg én csak a pécsi mérkőzést tudom, mert az történelmi volt. 20 éves mélypont volt. Igen. Körülbelül. De tehát ott ugye meg a Zalaegerszeg ellen az utolsó pillanatban elveszített. Voltak csúnyábbak, de érződött akkor is a csapatban, hogyha visszajön mindenki, és ugye kulcsjátékosok hiányoztak, hiszen egy Loránd Péter tavaly már megmutatta, és tavaly előtt is, hogy mennyire hasznos tagja, és mennyire fontos láncszememben a csapatban. És végig bíztunk Travis Simpsonban is, hiszen őróla is, hogy láttuk az elmúlt években a Franciaországban, korábban Finnországban, hogy milyen játékerőt képvisel, és ugye egyből a felkészülés elején sérült lett, és kitartottuk mellette, mert tényleg bíztunk benne, és elvittük a legjobb orvoshoz, hogy gyógyuljon meg, és most már meghálálja a bizalmat. Úgyhogy szépen kezd ez összeállni, és ebben a csapatban rengeteg van. Én nem akarom, megismerem kockáztatni, hogy lehet, hogy több, mint a tavalyiban. Hát ez nagyon jó lenne, hogyha úgy lenne, mert annál többet viszont elérni gyakorlatilag lehetetlen, tehát ha megismétli a csapat, már az is történelmi bravúr lesz. Akkor az a handicap, ami most van azért, mert itt az első 4 vereség az azért rendesen visszadobta a csapatot ugye az alsó régióba. Ez szerinted mikorra tüntethető el úgy, hogy mondjuk ne csak azt nézzük, hogy mert nyilván mindenki elvárja, hogy a felsőházba kerüljön az Alba, de hogy mondjuk tényleg akár pontszámban, akár a tabellán a helyezést tekintve egy körmedet, egy Szolnokot szorongatni tudjon? Hát mivel, hogy 4 vereségünk van, nekik meg 1, nekik veszteni kell, tehát mondjuk ellenünk, ugye következő 5 mérkőzésünk decemberben, nem tudom pontosan mennyi, mindegyik nyerhető. Ugye van a Sopron hazai pályán, a Kaposvár elmaradt hazai pályán, a Jászberény hazai pályán,
utána elmegyünk Pestre a MAFC-hoz, és ugye fejezzük az évet a Körmenden hazai pályán. Szép. Így van, tehát én azt gondolom, hogy ebből mindegyik nyerhető, és a csapat képes is erre. Ha ezt az ötöt megnyerjük, akkor már ugye 9-4-jel állunk, biztos vagyok benne, hogy ott leszünk a első háromba. Persze függ attól, amit kérdeztél, hogy mennyire szorongatjuk, tehát ha Körmendet megverjük, akkor ugye közelebb kerülünk hozzájuk. A Szolnok az most jelen pillanatban más tészta, de nekünk azt gondolom, hogy nem kell még ennyire számolgatni, hiszen hosszú még a szezon, legyünk ott tényleg, tehát nyerjük a mérkőzéseket folyamatosan, legyen meg az az egészséges önbizalom és az a kémia csapatban, ami hozza a győzelmeket, ami jellemző volt az elmúlt időszakban ránk, hiszen nagyon-nagyon magabiztosan és nagyon jól tudunk játszani. Ezt láthattad te is például ugye Belgiumban. Így van. Tehát ha ez megvan, akkor bárki ellen bárhol képes a csapat győzni. Én abban bízom, hogy ez meg lesz, és akkor teljesen mindegy, hogy mondjuk egy rájátszást honnan kezdünk, hiszen meg lesz az esély a csapatnak arra, hogy idegenben is nyerjen. Ez pedig jót tesz a csapat körüli hangulatnak is, hiszen Fehérvár mindig híres volt arról, hogy az a szurkolók a végletekben élnek, tehát a nagy sikereknél nyilván óriási ünneplés, de jön az első kisebb hullámvölgy, és rögtön mindenki temet meg vészharangokat kongatják. Hát ilyenek vagyunk. Hogy érzed most, mennyire változott meg, vagy mennyire pozitív a csapat körül a hangulat, illetve ezzel összefüggésben mennyire érzed azt, hogy a fehérvári közönséget a klub körül, ami nyilván nem csak a te illetékességi területed, tehát hogy azért állandóan frissíteni és próbálni kell még jobban a közönséget bevonzani, bevonni, mert hát van itt egy brand, amit nyilván vannak, akik 30 éve hűségesen követnek, de hát azért mindig újabb és újabb szurkolókat kell megszólaltatni. Hát először is nem csak Fehérváron élnek a szurkolók, hogy végletekben élnek, sőt így van. Én azt gondolom, hogy a fehérvári szurkolók az bizonyították, hogy a csapat mellett állnak a rosszabb időszakban is, hiszen amikor tényleg rosszul játszottunk, és ugye kikaptunk itthon hazai pályán, vagy voltak ezek az idegenben, akkor is szinte, ha nem is telt ház, de azért 3-4 ház volt a csarnokban. Tehát az embereket érdekelte akkor is a mérkőzés, és jöttek és buzdították a fiúkat. Az, hogy egy rosszabb hangulat vette akkor a csapatot körül, és voltak negatív hangok, én azt gondolom, hogy ez teljesen normális, ahogy mondtad is. A szurkolók jobban szeretik, ha győz a csapat, és tényleg folyamatosan diadalmenetben van. Én úgy érzem, hogy ebből kikerültünk, a szurkolók is látják, hogy ez a csapat ez jó, tehát nem az, amit ugye láttak az elején az első pár mérkőzésen, hanem ebben a csapatban van potenciál, és tudjuk nyerni a mérkőzéseket, és tudunk nagyon jó és látványos játékot bizonyítani, úgyhogy a hangulat én azt gondolom, hogy teljesen jó. A fiatalokat próbáljuk inkább minél jobban megszólítani, hiszen az látszik, ahogy mondtad is, hogy kialakult egy réteg, egy közönség itt a csarnoknál, vagy a csapat környékén, ahogy inkább ahogy a középosztály, vagy középkorosztály és az idősebbek, tehát szeretnénk, ha minél több fiatal, tehát fiatalabb korosztály, akár családok is jönnének. Az ugye nehéz még ebbe a csarnokba ugye megvalósítani, hiszen azért végesek a korlátok, mondjuk egy játszószobát egy fiataloknak, hogy mondjuk a férfeleség együtt ki tudjon jönni, ezt ugye nem tudjuk itt még megcsinálni, de ugye tervben van az új csarnok, ahol szeretnénk majd erre is gondolni, hogy minél többen és minél színesebb legyen tényleg a korosztálya a mérkőzésre látogató nézők körében. És akkor végül egy személyes kérdés, mert hát gyakorlatilag ez lesz az első teljes szezonot, ha lehet így mondani, vezetőként, ugye ezt a titulust itt szezon közben kaptad meg, és gondolom te is úgy vagy vele, hogy magát ezt az egész sportvezetői pályát még folyamatosan tanulni kell és elsajátítani benne a dolgokat. Hogy érzed magad ebben a szerepkörben, és mennyire érzed azt, hogy ez a fajta tudás és ez a fajta látásmód, ez másféle embert igényel, vagy mennyire illik hozzád? Egyelőre nagyon élvezem. Igazából ugye tavaly sportigazgatóként funkcionáltam, sokkal több vagy azért van persze más feladatkörök is, de ugye ott vagyok a csapat mellett, intézzük a dolgokat, tehát ezt nagyon élvezem. Más látásmód biztos, hogy szükséges, hiszen már nem játékos vagyok, tehát teljesen a másik oldalról kell nézni a dolgokat. De szépen fokozatosan azt gondolom, hogy lesz ebben egyre több rutinom, egyre több tapasztalatom. Azért van segítség mellettem, a Balassi Imre elnök úr rengeteget segít és támogat ebben. És hát ez a
egy hónap itt az elején azt gondolom, hogy megtapasztaltam a fekete levest is, úgyhogy ezen is átestem a tűzterségen, hiszen tavaly minden tökéletesen és flottul ment, most volt egy kis gigszer, de én nagyon bízom benne, hogy tényleg kijöttünk ebből, és ezen az úton fogunk tovább menni. Hát mi is ebben bízunk mindannyian, köszönöm szépen, hogy itt voltál, és remélem, amikor legközelebb beszélgetünk, akkor mindaz, amit itt most nagyon pozitívan felvázoltál, ez addigra megvalósul. Köszönöm szépen én is. És köszönjük a figyelmet is a kedves nézőknek, további szép estét kívánok!